Jó, Jó reggelt. reggelt! Ez már a Start Plus. Igen, a nagyon, és valószínűleg a Veszprémiek most nagyon figyelnek, vagy nagyon fognak figyelni a következő percekben. Nagyon büszkék vagyunk rá. Jó reggelt kívánok, Krasosz itt a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt. Olimpikonunk, egy gyönyörű ezüstéremmel érkeztél, el is hoztad nekünk, ugye nyíltvízi úszás 10 km-es távján szereztel ezt az érmet. Hát nagyon-nagyon vártuk, hogy itt legyél. Most elsőként arról szeretnélek én kérdezni, hogy ebbe a két hétbe vagy három, nem is tudom már mennyit telt el az olimpiót, hogy megérkeztetek. Mit csináltál? Hát durván két hét telt el azóta, hogy hazatértünk. Igazából edzéseken voltam, ez az egyik, illetve, illetve rendszeresen Pestre jártam. Adni? Általában interjúkat adni, így van. Ugye nagyon, azt gondolom, hogy ez az a sportág, amit a résztvevével után most már jobban ismerünk, de nagyon sokan sokáig nehezen tudták elképzelni a nyílt vizen 10 kilométert úszni, és ami számomra a legérdekesebb, hogy az utolsó néhány száz méteren élet harc van. Hogy ott honnan van az emberben 9, nem tudom, 7 kilométer után az az erő, ami ott egy ugyanolyan hajrát tud kihozni belőle, amit egyszerűen mint egy rövid távú úszásnál. Hát nyilvánvalóan azért, nyilván erre készülünk, tehát ez nyilván sokat segít benne, másrészt van azért annyi adrenalin az ember, mert hogy a 9 hét után már nem adja olyan könnyen magát, hanem akkor még a végén próbálja húzni, halasztani azt, hogy most itt mindjárt vége a versőnek, és tényleg beladni, amit csak lehet, hogy hogy ő érjen be először. Ugye nagyon sokan azt mondták, hogy Tokió különleges helyszín volt, melegebb volt a víz, mint általában a nyílt vízi úszások helyszínei lenni szokott, te pedig azt mondtad, hogy neked ez kifejezetten inkább előny volt, mert hozzászoktál jobban ehhez a hőmérséklethez. Igen, erre készültünk, hiszen 2019-ben volt itt egy tesztverseny, amiről tudtuk, hogy elég meleg lesz a víz, az a 30-31 fok között valahol, amire számítottunk, és ez valójában be is jött. Egy kicsit a verseny előtt még azért hűvösebb volt, 29 és félről indult talán, de a verseny közben szépen melegedett, úgyhogy mi erre készültünk is. Direkt az Európa-bajnokság után úgy döntöttünk, hogy hévízen próbálunk meg egy kicsit készülni, ahol ugye nyilván a... Hévízi tóban úztál? Hévízi tóban úztam, nyilván vala most napból... az tényleg egy jeges víz volt. Igen, és hát ez, ez azért sokat segített abban, hogy tényleg itt a, a 30 fok az már, már majdnem, hogy, hogy úgy hatott, mint a, a medencében úszna az ember. Igen, egyébként, aki tényleg néha-néha úszik, vagy eljár úszodába úszni, hát ugye ott ilyen 26-27 fokosok általában Igen. a, a vizek, az egy jelentős hőmérséklet különbség. Mit csinál ilyenkor a sport? Egyébként ezt tényleg nagyon kevesen tudjuk elképzelni, ez a 10 kilométeres táv milyen. Láttunk olyan felvételt, hogy közben inni láttunk. Ugye ilyenkor fontos, hogy a sportoló tényleg hát hidratáljon. Igen, természetesen. Egyrészt ugye nagyon sok energiát fogyaszt az ember egy kör alatt, másrészt ugye egy ilyen meleg vízben már azért van egy ízadás, ami nyilván a víz miatt nem látható úgy, mint hogyha futna az ember, de van egy általános izzadása emellett ugye pótolni kell azokat az ásványi anyagokat, amiket a szervezet Mennyi, készít. mennyi tiszt, itt áll egyébként ugye, 10 km-es táv alatt? Hát tulajdonképpen ugye hét körünk volt, általában ugye mindig attól függ, hogy mennyit tud inni az ember, hogy hány kör van, hányszor tud a frissítő pont előtt elhaladni. Ugye itt most az hétkörös körös volt, a gyakorlatilag elvileg 6-szor volt erre lehetőség. Én ki is használtam ezt a hat lehetőséget, és durván egy, egy frissítés Nél úgy két-három decit ittam meg. Mennyire volt uh, borítékolható ez az eredmény? Mennyire volt vágyott, vagy mennyire készültél tudatosan az érdemre? Nagyon érdekes azt nyilatkozhat, hogy a szilárd adta át a szobájának a kulcsát, és azt mondta, hogy na, ez a szoba minimum egy ezüstöt él, <laughs> És itt is van az asztalon, de a te fejedben mentálisan mennyire volt erőlevetíthető a dobogó? Hát készültünk rá, azért a 18-as Európa Bajnokság, illetve a 19-as Világbajnokság után mi úgy készültünk, hogy tényleg éremmel szeretnénk hazatérni, de azt is tudtuk, hogy nem lesz ez olyan egyszerű, mint ahogy, ahogy az ember így kimondja, hanem, hanem tényleg azért egy 5-6 embert fel lehetett sorolni a mezőnyből, akik az éremért utaztak ki, és az éremért fognak harcolni, illetve mellett még egy 4-5 embert biztos, hogy tudtam volna mondani, akiknek, hogyha aznap kijön maximálisan Jóbb a lépés, és van. jó napot fognak ki, akkor szintén odaérhetnek az éremre, tehát ez egyáltalán nem volt egy, egy papírforma, inkább egy ö, lehetséges, és egy, egy jó napot, nekem is egy jó napot kifogva, és, és ö, tényleg egy olyan Helyzeti előnyben, hogy én erre tudtam készülni, mert azért nem sokan tudtak hévízen készülni rajtam. Milyen apróságokon múlik, nem? Tehát hát egyébként elképesztő. igen. Tehát nagyon nagy dolgok ezek, de a nap végén igen, ennek számít. Nyilvánvalóan, és, és azért ez, ez, ez tényleg készültünk arra, hogy pont azon a napon, pont abban a két órában ez késő de azt ez el nekünk, most tényleg, hogy képzeljük el ezt a felkészülést, amit ott a hévizitóban hey úsztál, hogy mentek a turisták, akik éppen ott voltak, és akkor azt láttak, hogy gyerekek, órák óta ott úszik valaki, ez és ki? És tempóval, ja, hát az hát nem csak ki. ilyen, ilyen kör, körben nem, nézve ez, ez mi történt. Nyilvánvalóan azért készültünk arra is, hogy viszonylag korán volt a verseny, tehát ugye 6.30-kor volt nekünk a rajt kinti idő szerint, erre készültünk általában, amúgy is 6 órakor van a kezdés nálunk az edzéseken reggel. Úgyhogy ezt próbáltuk tartani, és ilyen 6.30 körül kezdtünk, tehát nyitás előtt. Ugyanúgy 6.30-kor kezdtél hévizen, mint ahogy Igen. tudtad, hogy Tokióban is 6.30-kor kell majd nekünk. Így van, tehát nem gyakorlatilag nem. erre készültünk szintén arra, hogy korá lesz a verseny, úgyhogy így, így gyakorlatilag nyitás előtt tudtunk, úgyhogy a vendégek már arra érkeztek, hogy én kiszálltam. <laughs> Nagyon büszkék vagyunk rá, még egy kicsit mesél nekünk arról, ha már azt említetted, hogy az elmúlt két hétben azért edzéseken is részt veszel Szemben néhány sportoló, aki azt mondta, hogy most a következő pont a pihenésről fognak szólni, hogy milyen versenyek állnak előtted. A jövő vagy hát jövő hétvégén, már ezen a hétvégén jön egy világkupa Macedóniában, úgyhogy, úgyhogy ez most a leglényegesebb, erre van a felkészülés. Aztán Hány kilométeres táv 10 kilométer ízott úgy, is mint van. A, úgy, mint az Olimpián. És aztán utána remélhetőleg most már egy kisebb pihenő következik, egy vagy két hét. Ezt majd meg kell beszélnem az edzőmmel tulajdonképpen, hiszen október elején következik még két Európa kupa, úgyhogy ezek vannak most a fókuszban, aztán utána megyünk tovább, és decemberig nincs megállás. Kristóf, gratulálunk még egyszer, és köszönjük, hogy itt voltál. Gratulálunk, büszkék vagyunk rá, Köszönöm így van, szépen. köszönjük, hogy eljöttél. El.